Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket, Önök a Fogadó Ura című műsorunkat látják itt a TV Budakalászon. Mai adásunkban Turi Attila, városunk főépítésze a vendégem. Köszönjük szépen, hogy eljött. Ez természetes. Mai adásban az elkészült településképi arculati kézikönyvről fogunk beszélgetni, egészen a kezdetektől az elkészítésig és az elkészület után várható lépésekig, tudnivalókig. Először akkor kezdjük a legelején, és azon kedves nézőink kedvéért, akik nem tudják, hogy pontosan miről is van szó, beszéljünk arról, hogy mi is ez a településképi arculati kézikönyv. Talán egy kicsit még visszább kell nyúlnom ebbe a dologba, és engedjék meg, hogy egy kis távlatot, talán egy 50 éves távlatot mondjak erről a világról. Mindannyian vágyunk valamilyen otthonos és egységes arculatra. Ezért utazunk el a horvát tengerpartra, ezért csodáljuk Toszkánát, vagy nagy pénzért elmegyünk Santorinire, ahol csupa fehér ház van kék kupolával, és azt mondjuk, hogy milyen gyönyörű egységes világ. Vagy ha leesik a hó, mint a napokba, hirtelen olyan szép és tiszta lesz minden, mert elfedődnek a különbségek, olyan arányos lesz a világ. Nos, ezt a ősképet őrizzük magunkba, és ezt szeretnénk visszalátni. Megsértődünk kicsit, amikor mellettünk egy nagyon hivalkodó ház épül. Tudjuk, hogy mi a módi. Tudjuk, hogy hogy kell viselkedni, hisz az emberi együttélésnek ezek az alapnormái megvannak. Tudjuk, hogy kell köszönni a másiknak, hogy illik ezt vagy azt csinálni. Ezek nem leírt szabályok, hanem tanuljuk, ezt kultúrának hívják. Nos, ez a kultúrának a szája, ez megszakadt. Ez a szál megszakadt a részben 200 évvel ezelőtt, majd utána tovább foszlott a 20. században. És előtérbe került az individuum és az egyéniség. Ebben nincsen semmi baj, ilyen a világ. Csak ettől egy széteső világ keletkezik. Tehát ma egy építető azt mondja, hogy miért ne építhetnék azt, ami nekem tetszik. Igen, csak azt nem ő fogja nézni, mert az ő benn van a házba. Én fogom nézni, a közösség, az utcáról. Azaz az alaptétel, ha tetszik, akkor a ház haszna a gazdájé, a képe a közösségé, vagy is, ha tetszik. Tehát ebbe nagyon nehéz ma, hogy mondjam, valami irányvonalat tartani, hisz ha meggondoljuk, hogy 100 évvel ezelőtt hogyan épült egy ház, nem voltak ilyen vasaltnadrágos emberek, mint mi építészek, hanem ha valaki házat akart építeni, bement a jegyzőhöz, megkérdezte, hogy mit lehet ott csinálni. Egyébként halka jegyzem meg, Budakalász első építési szabályzata 4 oldal volt. Annak a fele is arról szólt, hogy a ház előtti gyümölcsfát hogy kell metszeni, meg hogy kell a közterületet karban tartani. Megfontolandó arány egyébként, hogy miről szólt ez a dolog, az együttélés szabályairól szólt, és nem pedig absztrakt szabályokról. Nos, ezek az absztrakt szabályok, főleg a szocializmusba, ez a majd megmondjuk a szép jövőt, és akkor majd rend lesz, és akkor majd akkor boldogság lesz, ugye ebben hűítettek bennünket x éven keresztül, mindent elkezdtek leszabályozni, a jó szándék jegyében természetesen, tehát nem kétlem, hogy ebben semmifajta komisság nem volt, csak mindent leírni, hogy legyen szép a környezet, és nem lett szép a környezet. Makovec Imre mesterem mondta, hogy tessék fölmenni a Rózsadombra, az a megvalósult szabályzat. Ja, hogy hányva tetszik fakadni tőle? Igen. Ebből nem fakad tudnilik kultúra. Bizonyos az együttélésre károsan ható dolgokat túl közel építünk egymáshoz, a tűz átterjed, bármilyen műszaki dolgokat. Tehát a leszabályoz, ez eddig rendben van, de ettől még nem lesz kultúra. Mitől lesz kultúra? A kultúra az emberek szívébe van beírva, és neveltetéssel, és sok mindennel. És nem is azt mondom, hogy iskolázottsággal, normális viselkedéssel terjed, mint a nátha. Ha nem, akkor baj van. Nos, mi egy szovjet típusú település fejlesztési rendszert élünk a mai napig meg ezekkel a szabályzatokkal. És én több mint 20 éves főépítési pályafutásom alatt tulajdonképpen nagyon-nagyon sokszor abba futok bele, hogy
Hát igen, amikor csináltuk a rendezési tervet, akkor ez olyan jó gondolatnak tűnt. Aztán jön egy befektető, és azt mondja, hogy hát hoznék ide tőkét, munkahelyet teremtenék, ezt is ezt szeretném. Hú, hát nem lehet, mert a szabályozás terv, de egyébként lenne akadály, de hogy is, hát boldogan. Hát akkor módosítsuk szabályozás tervet, akkor kezdjük ezt az egész idióta vircsaftot 42 szakhatósággal, most ez ma már könnyebb egyébként, a törvényileg könnyebb, de akkor is, miért ne dönthetné el egy közösség, hogy valamit elfogad, vagy nem fogad el? Tehát ezeket a dolgokat helyi szintre kéne visszatenni, egészen pontosan csak egy nagy vonalú dolgot kéne meghatározni, hol van lakóövezet, hol van ipari, egymást ne zavarják, bizonyos védőtávolságokat. Magyarul azt kéne csak szabályozni, ami egy épületnek a környezetre adódó hatása. Mi a hatása egy lakóháznak? Lényegét tekintve a szomszédai, túl közel van, nincs közel, és az arculata mondjuk arra a település részre vagy az utcára vonatkozik. Mi bajt tud csinálni egy családi ház? Semmit az ég egyet a világon. Nyilván más a helyzet, ha ez egy vendéglátóipari egység. Mert ottan zaj lehet, egyéb terhelés lehet, gépkocsi forgalom, egy áruháznál még nagyobb, az már lehet, hogy már regionális kérdés, nem is biztos, hogy helyi kérdés egy mondjuk nagy áruháznak a jelenléte. Mindig azt kéne megnézni, hogy mi hatást okoz és mi bajt okozhat. Fordítva kéne gondolni ebbe a dologba, nem úgy, hogy majd milyen szép lesz, hogyha úgy betartjuk az adókat, és akkor boldog lesz a világ, ez nem igaz. Fordítva kéne gondolkozni, és nagyon sok dolgot helyi ügyként kéne kezelni. A kormányzat 2 évvel ezelőtt, itt részben a szakmai szervezeteknek a javaslatára megpróbált egy paradigmaváltást, kilépni ebből a világból, és ez folyik most. Nagyon sok negatív hatással, nem azért, mert ez rossz, hanem ez ugyanolyan dolog, mint hogyha mondjuk valaki, nem tudom, letapadnak az izmai és elmegy gyógytornára. Hát fáj minden, ahogy megmozdul. Rossz? Igen, abban a pillanatban fáj. Jobb lesz? Igen. Vélhetőleg, remélhetőleg, ha jól csinálja, akkor jobb lesz. Ezt éljük most végig. Magyarul azt mondta a építésügyi és építészeti helyettes államtitkárság, hogy kiveszi az arculatot, a településképet a nagy általános szabályokból, kiveszi az országos építési szabályzatból, és kiveszi a helyi építési szabályzatból, mert lehetetlen kvantitatív elemeket, minőségi elemeket meghatározni. Mi a szép, mi az odaillő, mi az illeszkedő. Ezek olyan minőségi fogalmak, amelyeket, hát most akkor vitatkozhatunk, hogy ugye, de nem intellektuális kérdés, kultúra kérdése. És valahogy a kultúra szinterére terelni ezt a dolgot. És azt mondja, hogy helyi ügy. Ez nem országos ügy. Tehát a polgármesternek a hatásköre, halkan jegyzem meg, hogy ennek a betartatása és a betartatások eszköze is az övé. Ez egy nagyon kellemetlen dolog, mert ez azt jelenti, hogyha Budakalász főutcáján megjelenik egy mondjuk almazöld ház, akkor a polgármester úrnak az a dolga, hogy írjon egy levelet, hogy kötelezem önt, hogy X időn belül, mondjuk most tél van, tavaszra legyen kedves a meghatározott és egyébként nem rikító színbe fösse át a házát. És amikor nem fösti át, akkor 1 millió forintig büntetheti. Majd, hogyha azt mondja a illető, hogy őt ezt nem érdekli, akkor még egyszer 1 millió forintig büntet, és addig csinálja, ameddig meg nem jön az esze az illetőnek. Ez egy kellemetlen és nehéz dolog, ugye, mert ez nem egy népszerű dolog. Reméljük, ilyenre nem lesz szükség, az emberek szerintem be fogják látni ezt a dolgot, de ez együtt jár ezzel. Hogyan zajlottak az előkészületi munkálatok, hogyan készültek fel, illetve milyen víziókkal vágtak bele a kézikönyv elkészítésébe? Az előkészítés munkálatoknak voltak előképei. Magyarországon van egy nagyon kiváló ilyen kézikönyv, ez a Balaton felvidéki építész arculati könyv, amit Krizsán András és Somogyi Győző csinált. Nos, ennek előképei egy ír
Kork megyei ilyen könyv volt, annak az előképe sorolhatnánk tovább, tehát Európában ez egy módi. Ugye megint csak egy kicsit komiszan hat udaljak arra, hogy a Lajtától keletre és a Lajtától nyugatra egy picit, mint hogyha más világ lett volna 50 évig. Tehát a Lajtától nyugatra a hagyománynak ez a szála, ez nem vágódott el. Ha egy breton embert megkérdez, hogy milyen házat szerette mondjuk egy breton faluba, akkor nagyjából elmondja a nagyapjának a házát, mai komfort elemeket fog beletenni. Mi változott 100 év alatt? Hát lehet fürdőszoba, meg mondjuk garázsba akarja tartani az autót. Egyébként mibe különbözik az egyik ház a másiktól? Nem lesz bolond olyan házat csinálni, ami mondjuk csupa üveg, mert ott szélsőséges időjárás van Bretagne-ban, tehát azt tudja, hogy azt fönn is kell tartani. Ez a kézikönyv megpróbálja ezt a kultúrát megmutatni, az épített környezet és a természeti környezetnek a kultúráját megmutatni, bizonyos példákat, absztrakt példákat, ezek rajzok mutat, hogy hogy illenék, vagy hogy lenne talán jó, és talán mi az, amit nem kéne csinálni. Tehát az ófaluban nem kéne túlzottan fektetett ablakokat használni, mert állított ablakok szoktak lenni. Ebből még millió ház kijöhet, és egyébként a kézikönyvben nagy hangsúlyt fektettek az alkotók arra, hogy mai jó példákat mutassanak. Hogy egy szimmetrikus homlokzat, az nem okvetlenül, mértanilag szimmetrikus. Ha megnézzünk egy parasztházat, akkor a tornác bejárat miatt, például ha végigelemezzük, akkor abszolút nem szimmetrikus. Tehát nem a gerincvonalban van a két ablak, nem arra szimmetrikus, hanem finom csalások vannak benne, amivel szimmetrikusnak tűnik, egyensúlynak tűnik, de mégse geometriailag az. Az aszimmetria az a szimmetriának az alrendszere, és nem az ellentéte. Tehát példákat próbál mutatni, és én azt gondolom, hogy az alkotók, elsősorban itt Dénes Eszternek és Szó Dominikának a nevét kell megemlíteni, illetve Lukács Péternek, aki elképesztő rajzokkal tette élvezhetővé ezt a könyvet. De azt gondolom, hogy ez egy érdekes olvasmány. Tehát mint olvasmány is jó végiglapozni. Sok mindent megtud az ember Budakalászról egyfajta sajátos szempontból, és abban reménykedünk, hogy ez egy általános építési kultúrát fog okozni. És a másik fontos része, hogy ugye ez a kézikönyv, ez nem egy kötelező dolog. Ebben nincsenek szabályok. Semmi olyan nincs. Nem is hivatkozhatom arra, hogy a kézikönyvben ez van lerajzolva, miért nem azt csinálta. Nem. Azt mondhatom csak, hogy nem tetszett megnézni a kézikönyvet? Hát ottan azért egyszer elmondtuk, hogy talán ebbe az irányba, miért tetszik ennek tök az ellenkezőjét csinálni. Csak a település arculati rendelet az, ami kötelező, tehát az önkormányzati rendelet, viszont mivel önkormányzati rendelet, ezért tud élő rendelet lenni. Tehát ha valamit úgy gondoljuk, hogy mégse jó a megfogalmazás, mégse erre kell tenni teljesen a hangsúlyt, testület. Ha belátja, és azt mondja, hogy ez így, akkor megszavazza, holnaptól pedig más lesz a mód, itt nincs ebben semmi gond. És azt is nagyon fontos elmondani, hogy a lakosság véleményre is kíváncsiak voltak, miközben ez a kézikönyv készült. Fórumot is tartottak annak érdekében, hogy kommunikáljanak a lakossággal, illetve több lehetőségük is volt, hogy elmondják véleményüket, javaslataikat. Ennek milyen eredményei voltak, és általánosságban is mennyire volt aktív a lakosság ebben a kérdéskörben? Az, hogy fórumot tartottunk, igen, kötelező egyéb ilyesmi. De ennek a legjobb részei azok voltak, amikor gyerekeknek tartottunk előadást az iskolában építészetről. És arra kértük őket, hogy rajzoljanak. Ezek a hátsó borítóján ott vannak a könyvnek. A fórumok tisztelet a kivétellel tulajdonképpen nem igazán eredményesek. Mert egy főépítész barátom mondta, hogy rosszul hirdettétek meg, azt kellett volna írni, hogy arculati kézikönyv lakossági fórum a járda a túloldalon épül. Akkor tele lett volna a terem, mert műző túloldalon. Az emberek
általában azt mondják, hogy rendben van körülöttük minden, ha baj van, akkor mennek el, hogyha valami komolyabb változás lesz. Az arculati kézikönyv nem jelent változást. Tehát ez a műfaj annyira új, hogy igazából nincs fogódzója. Tehát én azt gondolom, hogy az, ami a közösségépítési része, és ez szerintem egyik legfontosabb része az arculati kézikönyvnek, az most kezdődik. Most van miről beszélni. Most lehet azt mondani, most már van egy sokoldalas könyv, most lehet arról beszélni, hogy ez butaság, ezt ne tegyétek bele, miért nem beszéltetek erről, miért nincs benne az, miért nincs a kéményekről egy külön fejezet, vagy bánom is én, van egyébként kerítésekről, egyéb ilyenekről, de akkor most már van tárgya a beszélgetésnek. Eddig annyira absztrakt, és annyira abban a világban élnek az emberek, hogy most harcoljanak azon, hogy 550 vagy 650 legyen az építmény magasság, mert ő emeletet akar csinálni, az egy világos, felfogható érdek. Ebbe miről beszélgetünk? Tehát én rendkívül fontosnak tartom azt, és ebbe a minisztérium is tesz lépéseket, hogy egy utóélete legyen, sőt, élete legyen ezeknek a arculati kézikönyveknek. Most kezdődik szerintem a dolog, hisz ugye azt lehet tudni, hogy többségében az önkormányzatokat 1 millió forinttal támogatta a kormány. Ez nyilván egy Szentendre, egy Budakalász esetében, tehát itt az agglomerációban ez édes kevés ahhoz, hogy egy ilyet megcsináljunk. Bizonyos helyeken, ahol összefogtak 7 község, akkor az már ott elég tud lenni. De tovább is kell vinni ezt a dolgot, ezért itt a kolléganők szervezik azt a pilisi konferenciát, amivel mi ezt elindítottuk egyébként annak idején, amikor még szó nem volt arról, hogy TAK lesz. Azt gondoltuk, hogy kéne a pilisre egy arculati kézikönyvet csinálni, elkezdtük szervezni, polgármesterek boldogan csatlakoztak, megértették, ők is helyeselték ezt a dolgot, közben bejött a törvény, akkor nyilván okafogyottá vált, mert mindenki csinálta a sajátját. Most úgy néz ki egyébként, hogy lesz pilisi összefogott arculati kézikönyv, van erre egy szándék, és volt erre pályázat, de azt gondolom, hogy most kell elkezdeni beszélgetni Budakalászon is erről. Most van miről. Van esetleg ennek bármiféle gyakorlati elképzelése, terve már, vagy ez még tényleg csak így gondolati szinten létezik? Nincs igazán. Nincs igazán. Ki kell találnunk még ennek a technikáját, hogy ezt médián keresztül kell ezt a dolgot, most itt ülünk egy televízióba, tehát akár, most mondok egy példát, valamelyik alkotó, mondjuk Dénes Eszter, elmeséli, hogy mi ennek a felépítettsége, mi a lényege, nem tudom. És akkor, ha erre vannak visszajelzések, ott megjelenik egy www.budakalász, nem tudom én mi, akkor ha ebből kialakul egy beszélgetés, nem virtuális beszélgetésre gondolok, mert én ebben a világban nagyon nem hiszek, ez a névtelen, megmondom a véleményem dolog, ez nem valódi kommunikáció, ez valami más, de kétségtelen el lehet ezen a felületen kezdeni, meg lehet hirdetni utána egy csoportnak, akit úgy látszik, hogy ez most területből adódik ez a csoport, egy bizony, mint az ófalusiak akarnak valamit, vagy korosztály, vagy ifjú anyukák, akikbe buzog a tetvágy, vagy fogalmam sincs, hogy mi, akkor lehet ezeket a csoportokat aktivizálni. Bízunk benne, hogy ez minél hamarabb előfordul, és minél hamarabb lehetőségük lesz rá. Köszönjük szépen, hogy itt volt, és hogy megosztotta velünk ezeket a hasznos információkat. Nagyon szívesen. Turi Attila volt a vendégem. Nézőinknek köszönjük szépen a figyelmüket, viszontlátásra!